Sziasztok! Ez a videó arról szólna, hogy mire figyeljünk akkor, hogyha egy lakást vásárolunk egy lakóparkban. Ugye azért tudok most erről beszélni, mert ugye nyilván mi egy lakóparkban vettünk egy lakást, és ugye ennek azért vannak buktatói, nyilván szép oldalai is vannak, hiszen mi szeretünk itt lakni, egyelőre tényleg élvezzük azt, hogy ide beköltözhetünk. Viszont azért, azért ettük a kefét rendesen ennél a vásárlásnál, és még most sincs vége ennek a tortúrának, de azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy az ember egy magánépítkezésbe kezd bele, vagy vesz egy társasházban egy lakást, vagy egy lakóparkban, akkor is mindig lesznek problémák, hisz vannak érdekellentétek, illetve nyilván vannak közös érdekek is, hogy a dolog ugye haladjon, és mindenki elégedett legyen a végén. Első lépésben, ugye amikor megveszünk egy lakást, akkor nyilván le kell tenni valamilyen foglalót a legeslegelején, ezt itt ugye úgy történt, hogy egy vételi szándékot kellett jelezni, ami 100 000 forint volt. Ez azt jelenti, hogy innentől kezdve a lakást egy hónapig nem értékesítik, amíg ti nem kötitek meg a szerződést, tehát egy hónapon belül a lakóparkkal neked szerződnöd kell. És te egy hónapig visszaléphetsz, amely esetben ugye ezt a 100 000 forintot természetesen el fogod bukni, illetve a lakópark is visszaléphet, bár mondjuk ezen meglepődnék, ha valami esetben visszalépne, de biztos volt már ilyen is, de akkor ugye meg nyilván vissza fogják ezt a pénzt neked fizetni. És én úgy hallottam, hogy aki visszalépett, tehát meggondolta magát itt az elején, akkor ők visszakapták ezt a 100 000-et, tehát ebből a szempontból úgy tudom, hogy a lakópark elég korrekt itt nálunk. Hát persze aztán vannak dolgok, amiben ugye nem így érezzük, de szerintem ez bárkivel kötöttünk volna a szerződést, ez így lenne. Tehát amikor megkötöttük mi ezt a vétel, és jeleztük a vételi szándékunkat, nekünk az az egyetlen egy rossz dolog volt, hogy mi ugyanabban a pillanatban eladtuk a lakásunkat. Tehát úgy voltunk vele, hogy már mindent körbejártunk, és megköthetjük ezt a szerződést, és hát a vételi szándékot, nyilatkozatot megtehetjük, és akkor utána már nem jöhet semmilyen probléma, hát azért ez egy jó nagy tévedés volt, és szerintem mindenki téved, aki úgy gondolja, hogy probléma nem fog utána már jönni, mert sajnos, de igen, jönni fog, és szerintem nagyon ritka, ahol nem. Biztos van ilyen, aki nagyon jól végigjárta ezt az egészet, de mindig van valami, és nem feltétlenül az eladó, tehát a hibás, nem ugye nyilván nagyon sok alvállalkozó van, és akkor ugye vannak különböző hibák, amik ugye útközben fognak kijönni. Ugye nálunk, ahogy említettem, tehát én nagyon-nagyon-nagyon óvatos voltam, tehát amikor én tudtam, hogy eladjuk a lakást, és én aláírtam a vevővel a szerződést, akkor Robit kiküldtem a lakóparkba, hogy üljön ott, és amikor én hívom, akkor már fizesse is ki azonnal ezt a foglalót, és haladjon az ügy, tehát hogy nehogy véletlenül eladják a lakást. Nekem tök mindegy volt, hogy mindent megígértek, hogy nem fogják eladni. Nyilván, hogyha már jeleztük, hogy mi a mai napon ugye ezt ki fogjuk fizetni, és a vételi szándéknyilatkozatot aláírjuk, de én nagyon bizalmatlan voltam, mert már 2 éve kerestünk, és több olyan helyzetbe belesétáltunk, ahol vissza kellett lépnünk. Tehát, hogy nem azt, tehát ott nem tettünk le semmit előre, csak beleéltük magunkat, és aztán kiderült, hogy ez mégsem lesz az. Ezek egyébként házak voltak, amiket találtunk, és akkor a végén egy nagyon nagy kompromisszummal, főleg Robi részéről, egy barátnőm találta ezt a lakást, és mondta, hogy nézzük meg, mert tényleg nagyon klassz, és bele fogunk szeretni, meg pont olyan méretű, amilyet mi szeretnénk, és én elég gyorsan megbarátkoztam a dologgal, Robi annyira nem, de akkor is kompromisszumot kellett kötni, hogy nincsen kert, de tényleg most így azt mondom, hogy nem bántuk meg. Tehát tényleg szerintem jól döntöttünk. Meg aztán majd lehet, hogy még építünk, hát mit tudom én, mi lesz, még mit hoz a jövő. De végül is mindannyian ugye ebbe a kompromisszumba belementünk. Szóval, előtte, amit körbe kell járni, ami nagyon-nagyon fontos, hogy és amiben mi sajnos beleszaladtunk, és ez nem előtte, hanem utólag derült ki, miután a vételi szándékunkat ugye már kinyilvánítottuk, illetve eladtuk a lakásunkat, és akkor már nagyon-nagyon nehéz, mert ugye most, hogy albérletbe menjél, annak ugye külön költsége van, szóval, hogy
nem akartunk már albérletbe menni. Tehát, hogy nem akartuk már ezt a szándéknyilatkozatot ugye megmódosítani és visszalépni. Egy nehéz helyzetben voltunk, és mindjárt is mondom is, hogy mi az, ami ugye kiderült. Szóval, amikor mi ide jöttünk, és a barátom, amikor ide jött, akkor ugye megmondták, hogy ez a lakás hány négyzetméter. Nyilván, amikor veszel egy lakást vagy egy házat, én szerintem a legtöbb ember nettó négyzetméterekről beszél, mert ugye te a nettó területen fogsz lakni, nem a brutton. És az ingatlanos is azt mondta, hogy ő is úgy tudta, hogy annyi nettó, mint amit mondott ugye először a barátnőmnek, aztán pedig nekünk. Úgyhogy itt hát egy kommunikációs probléma adódhatott. Szóval mi beleéltük magunkat, hogy mennyi nettó ez a lakás. Nyilván itt nem voltak falak, tehát amikor látsz egy nagy teret, akkor hát nincs mérőszemet, nem tudod megállapítani, nem nagyon találkoztunk előtte így lakásokkal, meg nem nagyon nézegettük, azt láttuk, hogy nagyobb, mint amiben laktunk, és ennyi, tehát semmi mást, és mi elhittük, hogy az annyi nettó, mint amit mondanak nekünk. És a következő hiba az ott volt, hogy amikor kijött a szerződés, ott viszont benne volt, hogy az a méret, az bruttó, és nem nettó. Na most, mi ez felett sajnos ezen a... Ez egy ilyen... Ez nem, nem is szerződést küldtek, hanem csak egy ilyen leírást az egész lakásról. Mi néztük ugye az alaprajzot, meg minden szöveget, meg a műszaki tartalmat, meg mindent néztünk, kivéve azt a két számot, hogy mi a nettó, meg mi a bruttó mérete a lakásnak. És... Hát ez a mi hibánk is volt. De nem is tudok mit mondani, tehát ez meg kellett volna jobban nézni. Na. És lényeg a lényeg, hogy szóval még itt ez is fokozódik, mert magán, nagyon érdekes, hogy maga a rajz is bruttóban volt kiosztva. Tehát a szobaméretek, mondjuk én még ilyennel nem találkoztam, ha valamikőtök találkozott már ilyennel, hogy egy alaprajzon, amin be van már osztva a lakás, hogy hogyan lesznek a falak, és ott mellé van írva, hogy ez a szoba ennyi, ez a konyha annyi, meg a nappali amannyi, akkor ti ott bruttó négyzetméterrel szoktatok találkozni, mert én nem. Na most ezen bruttó volt. Tehát ott is timmelt, tehát ugye amikor az alaprajzot megnéztük, akkor ugye arra azzal a két négyzetméterre nem foglalkoztunk, ugye, ahova le volt írva, bruttó és nettó, hanem csak az alaprajzzal, és az alaprajzon, mikor ugye összedogattad a szobáknak a négyzetméterét, akkor kijött az a bruttó négyzetméter, amiről mi azt hittük, hogy az nettó, és ez szerint ugye tettük meg a vételi szándékot, és az utána úgy terült ki a számunkra később, hogy ez bruttó, hogy ugye följöttünk a lakásba, és gondolkodtunk, hogy jó-e nekünk az a kiosztás, amit ugye előre a lakóbank meghatározott, vagy szeretnék rajta valamit módosítani, és mert egyébként nagyon érdekes, hogy majdnem, hogy ugyanaz volt az alaprajzon, amit én elképzeltem előtte, de ez egy teljesen másik történet. Szóval a lényeg, hogy elkezdtük méregetni, és akkor így keresztbe hosszába hát nem igazán stimmeltek a méretek. És aztán rájöttünk, hogy hát egy falak nélkül annyi négyzetméter a lakás, mint ugye, ami az alaprajzon van. Hát igen. Akkor ez volt az első nagy csalódás, csak ilyenkor már mi eladtuk a lakást, és utána ez tavasszal történt egyébként, amikor ugye mi a lakópark mellett döntöttünk, és a vételi szándékot júniusba tettük meg, de a szerződést egy ilyen módosítással, tehát a vételi szándékon módosítottunk, végül is augusztus végén írtuk alá. Ez annak köszönhető, hogy idáig húzódott, mire a lakópark is belátta, hogy nem stimmelnek a négyzetméterek. Ugyanis sajnos a nettó, az, meg maga a bruttó sem stimmelt. Na most ilyenkor mondhatnánk azt, hogy hát biztos átvert a lakópark, de szóval a bizalom az ilyenkor megreng. Eléggé megreng a bizalom, és gondolom, hogy ezzel ti is így vagytok, hogy most vajon át akartak minket ejteni, vagy mi történt, mert ugye magában a szerződésben pedig az áll, hogy 3%-ot mind föl, mind pedig lefelé tévedhet a lakópark, de ugye jó, ez már nem 3% volt, hanem jóval több, mint 3%, és amikor ugye ők is szembesültek ezzel, akkor
sajnos kaptunk egy olyan rossz levelezést, amiben ugye már bruttó, meg nem tudom mi volt, tehát már minden volt, csak amíg mire a legeslegvégén ugye belátták, hogy hát ez el lett mérve, sajnos. Egyébként visszatérítették, tehát ugye a 3% fölött, de ugye 3% egy nagyon nagyobb lakásnál azért az már sok. És akkor onnantól a te négyzetméter áraid is ugye megemelkednek. Szóval azért ez több, hát ez fájt. Ez fájt anyagilag is fájt, meg ugye ha eladod, akkor ugye akkor is fáj, hogy nem akkora, mint amit te gondoltál. Nem úgy jönnek ki a szobák, nem úgy, tehát ugye a tereket kisebbre kell venned, hol vegyél el, hol ne vegyél el. Ez volt a legnagyobb tördöfés, azt gondolom egyébként az egész építkezés, vagyis hát az egész vásárlási folyamat alatt, hogy nem stimmel a négyzetméterrel. Az elején volt még egy tördöfés, ugyanis képzeljétek el, hogy amikor legesleg először lemondtunk ugye magáról a lakásról, és az pedig az volt, hogy kaptunk egy árat, itt voltunk, elmondták, hogy mennyibe fog kerülni ez a lakás, és másnap milliókkal többe került. Tehát mire megjött a árajánlat, másnap reggel, nem, aznap este kaptunk egy árajánlatot, amikor ugye mi itt voltunk a lakóparkban. Aznap este volt X forint ugye ez a lakás, és megkaptuk ugye a tervet, tervezetet, és azon feltűnt, hogy valami a fekvéssel, meg minden, hogy valami itt nem stimmel. És kiderült, hogy rossz lakásnak az árát küldték el nekünk. Arról a lakásról beszéltek árban, tehát a kommunikáció az arról szólt, és azt az árat kaptuk meg, amit mi megvettünk, viszont nyilván feltűnt az értékesítőnek is, hogy valami az árral nem stimmel, és ezért összekeverte, és ugye tehát egy másik lakásnak a paramétereit, meg mindenit küldte, csomagját küldte el nekünk, mert árban viszont az stimmel, nem tudom, hogy értitek-e. Tehát ugye kaptunk egy árat a lakásunkra, aminek este felment, mire ő belement a rendszerbe, felment az ára estére, mert akkor volt egy frissítés, és emeltek a lakóparkban az árakon, és mi, mivel neki is feltűnt, hogy valami nem stimmel, szerintem ő rögtön az olcsóbb lakáshoz nyúlt, ami viszont már nem az volt, mint amit mi meg akartunk venni. Ennek más a fekvése, tehát a paraméterei stimmeltek, mármint, hogy négyzetméterben meg minden megint nagyjából ugye az elosztás, stb. Viszont az ára ugye annak volt annyi, mint amit nekünk kommunikált, és ezért azt küldte, mert azt hitte, gondolom hirtelen, hogy ránézett, hogy ez az a lakás, aminek el kell küldeni a csomagját. Hát nem így volt, ezt este észrevettem, hogy nem jött küldött, küldtem gyorsan egy SMS-t, hogy mi történt, hogy ez nem az a lakás, ugye nem adtátok el, amit mi szeretnénk, és akkor írta, hogy nem adták el, de hogy ő is látja, hogy valami nem stimmel, hogy majd holnap reggel telefonál. És másnap reggel telefonált, és sajnos a lakópark az árat, mivel hogy ugye mi semmilyen foglalatnak semmit nem raktunk még le, emelt az árakon, és hát ezt az áremelést részben be kellett nyelnünk, részben nem. Hát részben azért nem, mert a tulajdonos engedett valamennyit, az emelt árból miután meghallotta, hogy mi volt a helyzet, viszont teljes mértékben már sajnos nem, mivel ez egy üzlet, tehát itt nem tudsz mit csinálni, ez egy üzlet, és az, hogy mi miről beszélgettünk, mert most mi is leléphettünk volna aznap este, szóval értitek, tehát mivel semmilyen foglaló nem volt letéve, ezért ilyenkor ti is azt csináltok, amit akartok. Úgyhogy ez volt a másik nagy tördöfés számunkra, hogy, és nem kevéssel, tehát több millióval emelkedett a lakásnak az ára. Amikor először vissza akartunk lépni, de annyira megszerettem volna venni a vevőnk a lakásunkat, és nagyon-nagyon boldog voltam, és nagyon hálás voltam neki, hogy képzeljétek el, hogy megfeleztük a lakás árának az emelését. Ők is már régóta kerestek, elfáradtak, mi is régóta kerestünk, mi is elfáradtunk, és így az áremelést megfeleztük, és a felét ők elvitték az áremelésnek. Ezért nagyon-nagyon hálás vagyok nekik a mai napig, ha esetleg nézitek a videót, akkor köszönöm szépen tényleg, mert hálás vagyok, mert így meg tudtuk ezt a lakást venni, és mi is ki tudtunk onnan lépni. Nagyon jó kezekbe került a lakásunk, szóval így ennek is nagyon-nagyon örültem, és mellette pedig mi is ugye egy nagyobb lakást be tudtuk költetni, ahol most már Kirának is van szobája, mert nekünk ugye ez volt a fő probléma, hogy egy fürdőszobánk volt, és Kirának nem volt szobája, és akkor most már így van kettő fürdőszobánk, és Kirának is lett. Tehát, hogy tudod, hogy így megoldódott a mi problémánk is, a mi kálváriánk legalábbis egy időre.
Úgyhogy, tehát, hogy ezzel indítottunk, amit utána mondom, tehát így megléptünk ezzel a segítséggel, és aztán jött ugye ez a négyzetméteres probléma, amikor tényleg ott nagyon-nagyon kétségbe estünk, mert nagyon szomorú vagy, amikor te valamire számítasz, és ez nem az. És tudod, hogy ezt most neked be kell nyelni, mert hogyha nem tetszik neked, tehát ők tényleg mondta a lakópark, visszafizetik a 100 000 forintot, hogyha vissza szeretnénk állni, vagy tehát, hogy vissza szeretnénk lépni ettől az egésztől azért, mert kisebb, de nem tudnak mit csinálni, tehát ezt az elején így elmérték, nem tudnak ezzel mit kezdeni, sajnálják, és aztán ugye ezt miben nyeltük végül, és nyilván nem teljesen, de mint mondtam, azért valamennyit ebből visszatérítette, hogy ezzel tényleg semmilyen problémánk nem volt, szerződés szerint, ahogy volt, ezt úgy jártak el, ezt tényleg alá tudom írni. Tehát így ezzel indítottunk ezt az egész problémát. Egyébként nagyon érdekes, mert én kértem a legelején, hogy jaj, anyakáim, hogy valami jelet küldjetek nekem, hogyha ezzel a lakással lesznek problémák, és küldték a jelet, hogy hát ugye, hogy drágább lett a lakás, de hát az ego, hát nem. Nem tudtam elengedni a lakást, úgyhogy nagyon remélem, hogy csak ezek voltak a rosszak, és több rossz nem lesz, és most már előre fogunk haladni, és minden rendben lesz, azokon kívül, ugye, ami most is van, tehát a probléma az, sajnos az van még mindig, de hát ezeket majd mindenre elmesélem, hogy mik voltak még, mert ugye ebből lehet tanulni, és esetleg akkor ti is oda tudtok figyelni, de ezekre nagyon figyeljetek, nyilván az ár az most emeltek, ezzel most nincsen, mert ezzel azonnal szembesültök, hogyha árat emelnek, de a négyzetmétereket igenis ki kell mérni, és szembesülni kell azzal, hogy ez most ténylegesen mekkora bruttó, vagy nettó, vagy mi az, de nézzétek meg. Én mindenkinek ezt ajánlom. Én nem mondom most, hogy a többi lakással is ugyanez a probléma a lakóparkban, mert fogalmam sincsen. Talán, mintha még egy emberről hallottam volna, hogy volt egy ilyen problémája, de az is csak így szájról szájra jött, szóval, hogy nem biztos, lehet, hogy csak nekünk volt tényleg. De azért, akik ide költöznek, szeretnek itt lakni, tehát, hogy így ilyen óriási, nagyon nagy problémák szerintem legalábbis remélem, nincsenek, vagy legalábbis mi nem tudunk róla. Tehát a mi más építkezésed is ne lenne. Az első pont, amit mondtam, az a nézzétek meg a bruttó nettót, és mérjétek ki a lakást mindenképpen. Ez az első. A második problémakör az a közös költség. A közös költséget, ha lehet, irassátok le, hogy az mennyi lesz nagyjából. Tólig. Mert nyilván előre nem fogják pontosan tudni, de valamilyen támpontot adjanak írásban. Ez egy nagy hiba volt, mi nem kértünk írásban ilyen, tehát hogy ez legyen leírva, mondtak egy összeget, és ráadásul mindannyiunknak, és amikor most szembesültünk vele, nyilván ez magasabb lett. Nekem azért nem tetszik, hogy mekkora a közös költség, mert ez a lakópark még ugye nyilván épül, itt még kosz van, por van, nem úgy működik, és mégis a közös költség magasabb lett, mint amit eredetileg mi meghatároztak nekünk, hogy ez lesz a maximum. Na hát az a maximum az nem az volt, hanem ennél magasabb. Úgyhogy ha lehet, akkor erre azért figyeljetek oda, és a közös költség mit fog tartalmazni, azt pedig megint mondják el, mert egyelőre nálunk itt most ezt nem tudják megmondani, hogy pontosan mi van a közös költség miatt ebből, hát nyilván probléma is van, de én megértem az ő oldalukat is, de nekik meg kell érteni az én oldalamat, hogy azért valamit kifizetek valamiért, akkor azt szeretném tudni, hogy az micsoda. Ők meg nyilván szeretnének egy közös költséget beszedni, hiszen itt lakunk, használjuk ugye a közvilágítást, meg mindenféle dolgot, tehát liftet, lépcsőházat, takarítanak, stb. Ami teljesen érthető, hogy ezért közös költséget kell szedniük, meg van egy közös képviselő, akinek a munkáját is fizetni kell, van biztosítás, stb. Úgyhogy ez tényleg így megértem, de azért azt, hogy részletezzék, hogy mi van abban a közös költségben, azért azt szeretném tudni. Úgyhogy ez megint ez egy probléma lehet a későbbiekben, hogyha mondjuk beköltöztök egy jobb minőségű lakóparkba, és utólag szembesültök, hogy a közös költségetek a négyszerese, mint amit régen fizettetek. Szóval az azért kemény tud lenni, úgyhogy erre nagyon figyeljetek.
aztán ugye amivel szembesülnötök kell, hogyha egy olyan lakóparkba költöztök, ahol még folynak a munkálatok, ott azért por van. Tehát például nekem úgy kijött a poraallergiám, mert most meg voltam fázva, hogy egyszerűen szörnyű volt, tehát sose volt még előtte ilyen velem, és aztán most, hogy végre rossz idő van, akkor nyilván esik a hó, meg tehát, hogy nincs akkora por, most már inkább belső munkálatok folynak, mint külsők, ezért így ez minimalizálódott azóta, úgyhogy most már nincs ekkora problémánk ezzel, de ezzel szembesülni kell, illetve például nem volt kuka, akkor mit tudom én, a lakóparknak a túloldalába kellett hordani a szemetet. Tehát, hogy ezek ilyen kis kellemetlenségek, amik így nem gondolsz át, hogy neked a fagyba el kell menned, mit tudom én, 150-200 métert a szemeteddel reggel, és el kell vinni egy konténerbe, illetve azt, hogy mondjuk nincs kész a garázs, és neked a garázsból be kell hoznod jó messziről a csomagjaidat, holott te arra számítottál, hogy beállsz a garázsba, oda tolatsz az ajtóhoz, onnan kiviszed a cuccaidat, fölviszed a liften, beteszed a lakásodba, és szóval, hogy egy másra számítottál, és utána azt látjuk, és most tegnap már tényleg így nevettünk az egyik lakóval, hogy megjöttek a párjával, és hozták ugye a cekkereket, és akkor így mondtam nekik, hogy hát láttam, hogy még van a csomagtartó, hogy akkor segítek, és mondták, hogy jaj, hát, hogy nem kell, de mondom, segítek, mert tudom, hogy nekem is, hogy én is egész nap ugyanezt csinálom, hogyha jönök a vizekkel, a tejekkel, meg minden, akkor azt föl kell cuccolni, és van, hogy én is ott vagyok a csomagtartóba, és akkor mondjuk egy második körbe elmegyek valahol, akkor hozom föl például a vizet, vagy nem tudom, tehát, hogy így nem egyszerre, vagy ha az a jön Robi, vagy Martin, vagy bárki, akkor segítenek és felhozzák. Tehát az is azért egy ilyen, hát egy ilyen kellemetlen dolog, szóval, hogy nincs meg a garázs. Vagy például, ami nagyon-nagyon fontos, hogy a tároló. Tehát, hogy lesz-e tárolod? El fog-e készülni addigra a tároló, mert nálunk a tároló se készült el, és ugye amikor te jössz egy olyan lakásból, ahol volt már amihez volt tárolód, akkor onnan a cuccokat hova teszed? Tehát azért most nekünk azért nem egy kis tárolónk volt, de hát nem is nagy, 6 négyzetméter, de azért 6 négyzetméter az full tele volt. És ugye én nem akartam most egyik, hova vigyem, tehát a barátaimhoz nem visz, nem tudom én, mert nekik sincsen tároló, tehát hogy általában azt mindenki telerakja, akkor az anyukámikhoz nem tudom vinni, mert ők tehát a városnak a teljesen másik oldalán laknak. Az anyósomikhoz nem tudom vinni, mert ők ugye Németországban laknak, tehát akkor most béreljek egy tárolót azért, hogy elpakoljam a cuccaimat. Na szóval mi a szerződésbe beleírattuk azt, hogy tudtuk, hogy nem lesz kész a tároló, és mi szeretnénk azt kérni, hogy legyen egy tárolónk. Tehát, hogy azért így nagyon-nagyon sok mindent át kell gondolnod, mire egyáltalán te belépsz abba, hogy aláírsz egy ilyen szerződést. Tehát, hogy mikkel jár az, hogy te ha eladtad a lakásodat, akkor nyilván nem tudod megvárni, hogy vége van az építkezésnek, meg azért ez az építkezés nagyon hosszú folyamat, és azért elég sok lakópark épül most, ahol ugyanígy beköltöznek már az emberek, és ugyanúgy folytatják az építkezést. Tehát a lépcsőházadba úszik a kosztol, hiszen egész nap a munkások hordják be ugye a burkoláshoz szükséges cuccokat, meg sáros a cipőjük, ugye amiben végig mennek, tárva nyitva van az egész lépcsőház, vagyis hát ugye az ajtód, a bejáratajtó nyitva van, mert ugye azon állandóan járnak be, tehát magában a lépcsőházban is hideg van, tehát ugye, hogyha közelebb laksz az ajtóhoz, akkor ott nyilván az a te fűtésedből is valamennyit elvesz, vagy ugye, tehát hogy sok-sok apróság van, amit végig kell gondolni. Tehát első körben ugye ezeket kell végig gondolnod, most azt látom, hogy már nagyon-nagyon régóta beszélek ugye a videóban, tehát szerintem most itt ezt be fogom fejezni, sőt biztos, és egy következő videóban fogom folytatni, hogy ne is legyen unalmas, meg túl hosszú, meg túl sok az információ. Tehát a következő videóban arról fogok beszélni, hogy amikor mi megkötöttük a szerződést, akkor a szerződésnél mikre figyeltünk, és miket gondoltunk még ezeken kívül is át. Mert azért ez még nem ilyen egyszerű, mint amiket elmondtam, ezen kívül még rengeteg mindent át kell gondolni, nyilván, és
És most ezeket azért fölírtam magamnak, hogy el tudjam nektek mondani, mert biztos, hogy még van más is, amit hozzá tudtok fűzni. Én nagyon szépen kérlek titeket, hogy kommentben mindenképpen írjátok meg, hogy még miről szeretitek ezzel kapcsolatban hallani, illetve azon kívül, hogy miről szeretitek hallani, nektek milyen tapasztalataitok vannak a költözéssel kapcsolatban, vagy a nem. Nektek milyen tapasztalataitok vannak a lakásvásárlással kapcsolatban, és mi az, amire ti figyeltetek. Nagyon kérlek titeket, hogy mindenképpen osztjátok meg azért, mert akkor ebből mások is tudnak tanulni, vagy esetleg még adtok ötletet, hogy miről tudnék még beszélni majd a következő videóban. Köszi szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, lájkoljatok minket, kövessetek, azaz iratkozzatok fel, illetve tudtok minket követni a Facebookon, illetve az Instagramon Budapesti Família név alatt. E-mail címünk az egy.budapestifamilia@gmail.com, oda tudtok írni, hogyha valamit privátban szeretnétek csak velünk megosztani. És természetesen találkozni fogunk egy következő videóban. Sziasztok!